Egy a reaktor mellől vett minta szerint a megengedett határérték 100 000-szeresét sugározza a Komszomolec. Egy másik minta nem mutatott ki sugárveszélyt. Az egykori szovjet tenger alatt járott közös norvég-orosz küldetésben merülő drónnal vizsgálták át a szakértők. A Komszomolec 1989-ben süllyedt el a Norvégiához tartozó Medve-sziget közelében. Korának egyik legkorszerűbb tenger alatt járója volt, titánhajú testtel, extrém merülési mélységgel. Mind a mai napig csúcsot tart 1027 méteres merüléssel, miközben az elméleti határértéke 1250 méter volt. Most azonban ennél sokkal mélyebben, 1658 méterrel a tengerszint alatt találhatók roncsai, köztük a reaktor mellett két nukleáris robbanófej. A Komszomolec tragédiáját fedélzeti tűz okozta. A 69 tagú legénységből 42-en meghaltak. Sugárzást a 90-es években mértek először. A most vett mintákat tüzetes elemzés alá veszik.